A december 11-i játékadományosztást követően december 18-án tartós élelmiszerrel látták el a rászorulókat a Magyar Vöröskereszt 17. kerületi raktárában a szervezet önkéntesei. Az adományokat főként lisztből, cukorból, olajból és rizsből állították össze, de édesség is került a csomagokba. A segítségnyújtó megmozdulás, valamint az azt megelőző gyűjtés Rákosmente önkormányzatának anyagi hozzájárulásával valósult meg. Nehéz sorsú emberek látogattak el a Magyar Vöröskereszt Rákoscsabai állomására a karácsonyukat szebbétevő élelmiszer adományokért. A szervezők a budapesti Mikulás gyárból érkezett, valamint önkormányzati segítséggel vásárolt és adománygyűjtő akciókból származó készletet osztottak szét december 18-án. A kezdeményezés helyszínére elsősorban olyan 17. kerületi rászorulókat, nagycsaládosokat vártak, akiket előzőleg levélben értesítettek, de lakcímkártyájukat felmutatva a listán nem szereplő helyiek is kaphattak csomagot, melyből végül 200-nál is több került kiosztásra. Csak élelmiszer, tartós élelmiszer van benne, liszt, cukor, olaj, rizsa, édesség, amit az adományokból kaptunk, azokat készítettük csomaggá, és azokat osszuk ki, körülbelül olyan 6 kiló körül. Fosz Tivadar, Rákosmente alpolgármestere segítkezett a csomagok szétosztásában, melyek megvásárlásához ő maga is hozzájárult. Elmondta, a városvezetés egész évben igyekszik összedolgozni a Magyar Vöröskereszt 17. kerületi szervezetével, mert nagyon fontosnak tartják a rászorulók, hontalanok támogatását, különösen az ünnepi időszakban. Az önkormányzat anyagi támogatást nyújt a Vöröskeresztnek, ez is egy állandó, minden évben betervezett költségünk, a költségvetésbe tervezett kiadása az önkormányzatnak, és természetesen képviselői támogatások is vannak, hiszen a Vöröskeresztnek nagyon sok olyan programja van, akár a véradások, amiknél viszont az önkormányzat a képviselőkön keresztül is tud támogatást nyújtani. Tehát a képviselőink is egy akcióhoz csatlakozva a Vöröskereszt munkáját közvetlenül tudják segíteni. A Vöröskereszt Rákosmenti csoportjának munkatársai ajándékkal köszönték meg Fosz Tivadarnak a helyhatóság egész éves együttműködését. Az alpolgármester a segélyért érkezők gondjait, javaslatait is meghallgatta. Éppen egy olyan kedves hölgyel futottunk itt össze, aki kerületi hajléktalan, de fönn a Vidadombon él, és pár évvel ezelőtt óta rendszeresen látogatjuk őt, amikor legelőször találkoztunk fönn a Vidadombon, ott élt egy konténerben, és utána már rendszeresen találkoztunk vele, és éppen most a fogadóórámra is szeretne jönni, mert vannak ötletei, talán tudunk segíteni abban, hogy jövőre már ne hajléktalan legyen. Az idei évben is olyan jelentős mennyiségű felajánlás gyűlt össze, hogy várhatóan újabb jótékonysági akció keretén belül kerül majd sor a megmaradt élelem kiosztására 2019. januárjában. Ezen felül a Vöröskereszt minden kedden pékárút, szerdánként pedig ruhákat oszt délelőttönként a Péceli út 106 szám alatt található telephelyén. A pénteki napokon továbbá a hagyományos kerületi ételosztás is folyamatosan zajlik a Városháza épületénél egészen 2019. márciusáig.